Pakson sokan sportolnak a szabadban, kondiznak, teniszeznek, kerékpároznak, futnak. A paksi önkormányzat azt szeretné, ha tovább nőne a sportolni vágyok száma az atomvárosban. Mivel idén tömeges sportrendezvényeket nem szerveznek, így ennek pótlására, sportolásra ösztönző játékkal motiválják mozgásra a lakosságot. Én azt gondolom, hogy a szabad téren minél többet, ha eltöltünk, az a szervezetünkre is nagyon jó hatással van, immunrendszerünket erősíti természetesen a sportolás, de én azt gondolom, hogy ezzel mindenki tisztában van, így talán ellenállóbbak leszünk ezzel a járvánnyal, vírussal kapcsolatban is. A kihívásos játék lényege: egy hónapon keresztül várják a hello@paks.hu e-mail címre a paksiak szabadon végzett különböző szabadidős sportos fotóikat 10 különböző sporttevékenységről. Ez lehet kerékpározás, futás, görkorizás, kutyasétáltatás, edzés, evezés vagy éppen labdajáték. A játékban résztvevők paksi tárgynyereményben részesülnek. Igen, örülünk, hogyha leírja valaki, hogy például merre evezett, hol járt a családjával, hol futotta le azt az 1 kilométert, azt a 9-et, vannak futóknak kedvenc útvonalaik, tehát szívesen várjuk a leírásokat is, igen, az eseményekről is. A Nemzet Sportvárosa címet viselő Pakson számtalan lehetőség adódik a sportolásra. A több 10 kilométer hosszan kiépített kerékpárútrendszer, erdei futópálya és közel tucatnyi szabadtéri kondipálya mellett a Duna is várja a vízisportok szerelmeseit.